Szakadó esőben zárták le a határt éjfélkor Letenyénél. Horvátországból ezután már csak a 2 hetes karantén kötelezettséggel lehet visszatérni Magyarországra. A hazautazást kevesen hagyták az utolsó napra. Lezárták az osztrák határ átkelő pontjainak döntő többségét is. Ausztria felé már csak 10 helyen lehet átjutni. Szakadt az eső hétfőn este Letenyén, amikor az utolsó autók érkeztek Horvátország felől. Ezek között elvétve lehetett magyar autóst találni. Nappal többen voltak. Volt közöttük olyan, aki így tervezte a nyaralását, de olyan is, aki hamarabb jött haza, mint kellett volna. Úgy terveztük, hogy ma jövünk vissza Magyarországra, mivel holnap már dolgozni kell, de múlt héten, ahogy bejelentették, hogy szeptember 1-től lezárják a határokat, mindenképpen korán akartunk elindulni ma reggel Dugiótokról, mely kis sziget Zadar mellett, úgyhogy mondjuk örülünk neki, hogy nincsenek sokan a határon. 3 napot veszítettünk Horvátországban a nyaralásunkból, és előzőleg kellett volna egy picit előbb jelezni, hogy határzár következik, vagy pedig valamilyen más módon, és hát ez elég kellemetlenül érintett minket. Budapestről jöttünk egyébként. Lezárták az osztrák határon a kisebb átkelőhelyeket. Itt nem csak táblákkal akadályozzák a határ átlépését, hanem korlátokkal is. Már csak 10 helyen lehet az osztrák határt átlépni. Ma vagyunk az első napon, ahhoz képest nagyon sokkal jobb. Ma nem vártam semmit itt a magyar határon. Az osztrák határ közelében élők közül sokakat lephetett meg, hogy a kisebb átkelőket nem használhatják. A naponta ingázók közül is sokan kényszerültek akár több 10 kilométeres kerülőre, hogy eljussanak a munkahelyükre.